Öt korosztály, 8 csapatában közel 120 fiatal kosarazott az elmúlt szezonban az NKK színeiben. Mint Makrai László, a klub elnöke elmondta, a jövőben bővül a bázisuk, az ötvös mellett a Betlen iskolában is indítanak képzést, és a TAO programnak köszönhetően egy kosárlabda csarnokot is építenek az intézményben. Emellett az eredményekre sem lehet panasza a 2018-19-es idényben az NKK-nak. Ami nagyon örömteli volt számunkra az, hogy a serdülő csapatunk, az U14-es csapatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is a regionális bajnokok döntőjét megnyerte, csak idén ellentétben a tavalyi évvel, amikor ezt hazai pályán tette, meg most Kecskeméten nyerte meg ezt a korosztályos csapatunk, Bráne Szavics edző vezetésével. Idegenben sikert kivívni mindig sokkal nagyobb fegyvertény, mint itthon, pláne úgy, hogy akadémiai csapatok vagy sportiskolai csapatok. Igaz, hogy B csapatai voltak az ellenfeleink, de akkor is azt tudni kell, hogy a Nyíregyházi kosárlabda klub az utánpótlás nevelést egy iskolai bázison végzi jelenleg is, tehát nagy akadémiai csapatokat tudtunk legyőzni idegenbe. A másik, hogy ami nem szorosan a klubhoz tartozik, de ugyanennek a korosztálynak a csapata a Diákolimpia negyedik korcsoportban megnyerte megyei bajnokságot, és a regionális döntőn második lett. Sajnos azzal Debrecennel kerültünk össze, aki később a döntőbe játszott, az országos döntőbe, és ott szintén második lett. Tehát ez ilyen még nem volt, hogy az NKK ötvös megyei Diákolimpiát nyert volna, most ez sikerült. Az NKK-ban a kosárpalánta programban szereplő kicsiktől az U16-os korosztályig játszanak kosarasok. Nyíregyházi kosárlabda klubban nem a klasszikus utánpótlás korosztályt nevelési szisztémát viszi végig, hiszen nem utánpótlás 18 éves korig nevel utánpótlás, csak 16 éves korig, tehát a kadett korosztályig vállaljuk, illetve tervezzük mi azt, hogy kosárlabda utánpótlást nevelünk. U16 után a Nyíregyházi kosárlabda klub valamennyi igazolt kosárlabdázójának biztosítja a lehetőséget, hogy vagy a Nyíregyházi Sportcentrumban, vagy a Nyíregyházi Esport Nonprofit Kft-nél, népszerűbb nevén a Kékcápáknál folytassa pályafutását. Úgy értem, hogy biztosítja, hogy ebben az esetben a játékosaink ide szeretnének átigazolni, nem kérünk semmilyen nevelési költségtérítést. A mi célunk alapvetően az, hogy Nyíregyházi első osztályú kosárlabda csapatnak neveljünk utánpótlást. Az NKK idén is megrendezi az ötvös kupát, ezúttal azonban a megszokott őszi időpontnál korábban, augusztus 29-e és 31-e között lép majd pályára az 5 magyar és 3 külföldi U16-os csapat. Szeptember 7-én és 8-án pedig egy 4 csapatos U14-es nemzetközi tornát rendez a Nyíregyházi klub.